Kívánok önnek jó egészséget, szerető családot, és még hosszú évet. Fogadja szeretettel miniszter úr elnök úr emléklapját, és ha megengedi, akkor föl is olvasom önnek. Jó? Emléklap Sebőszkél Eszterné részére 90. születésnapja alkalmából. Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok önnek jó egészséget, és további boldog éneket. Tisztelettel, Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. És még ének már nagyon sok boldogszeretet, és amit szeretnék kívánni az önkormányzat nevében, és adok ki. Én is felolvasom. Emléklap. Sebők Szilveszter született Folyák Varanka Viktória részére, 90. születésnapja alkalmából, Szeged megye jogúváros önkormányzata jó egészséget és békés idősokat kíván. Mint víztükrén a fecske szárnya, legyintvén pár csillogó csöppet, visz magával magasba, úgy szeretném legyinteni én is, lélekszárnyammal az életet, és ragadni fel a végtelenbe, viharzó zsoltát énekelve, meglepetett szépségeket, levegő sárgyat. Nagyon sok boldogságot kívánok. Sok halom. Varanka néni, kicsi lánykorom óta ismerlek már téged, nagyon örülök, hogy te is megismertél engem. Mikor ide érkeztünk a zenekarral, engednek, hogy az Üreghegyi Bodzaciter a zenekar nevében nagyon sok boldogságot kívánjak neked, és a gyerekeid megkértek bennünket, hogy egy rövid kis köszöntős csoporral készüljünk, és ezt szeretnénk neked bemutatni, de ezt megelőzően ezt a virágot szeretnénk átadni. Nagyon sok boldogságot kívánunk! Tudom, hogy lehet-e már, hogy még szeretnétek valami. Az én
Az Úr boldog életben részt adjon, a szentek serege körébe fogadjon. Éljen! Yeah.
mondták, hogy melyiket? Igen. Na melyiket? Valami mondom, bólya, hosszú. Mindig lesz csak a lóhoz. Melyiket szeretné mama elénekölni? Gyertek ide segíteni! Gyertek ide segíteni mamának, mert... Melyiket? Igen, milyen módszer? Az a nagyon lényeg, amit a kiszaparkon, mit tudom. Jaj, ez volt a tízaszélyezket. Nem, az a módszer. Nem, az a módszer. Azért mondom, hogy ma mondjam. Az egy csalim lehessen, ez egy csalim, de nem. Hát, na azért mondom. Na, akkor most csak, hogy legyen. Na, az a szép módszer. Egy szép módszer. Egy szép módszer. Egy szép módszer. Szépség tudod? Melyiket? Jó víz volt, jó tűz volt, jó víz volt, jót ittam, jót melegítem. Gyergek, kipárnás csak a papuszt, a fejem alá tetszett. Na, azt akkor most a kerül. Elaludtam, másnap még beszalépettem. Ucsú, papa, hol a nyerek? De lemegette a farkas. Elszaladtam a csipkebogosban le, úgy megrástam a magyar ufázat, még nem volt a dió. Megjettem, mert egy vén banyos, rám szólt, hogy gyűjt a pakolatból, hogy most kapám az említettem mindig a sárga lépát, vörös vagy már, hoppagy már, hogy mit fogsz itt a csicsókát. Úgy végigvágott a söprűnyélet, hogy most itt csirte, csaptak a martakok a hátamon. Ez a vannak, ott is a szélnek. Belenyújtam a zsebénbe, és majd urakadt a kezembe. Elharaptam kettőbe. Egyik felé látod a temezék, másik Ladiké. Átelőztem a Tiszát, ott volt egy kis ház, elnéztem a kéményeit, Jámbor barát, Jámbor szakadt, sütték, hozték a zsíros, húsos káposztát, engem is folyó tartott, hogy Macsi csikondatik az orrom, több a kajtót. Közben vettük a gyepet, bevettük gyófővel, lúthővel, kutyabocska tamburával, aki így hallása elmondja, 5 liter van a díjat. Na Jóska, mondd! Hát mondd! Kislány,
kívánni kell valamit. Kívánni. Bizony, még 20 évet. Szóval még egy 20 évet kívánni. Fújja-e? Nézzük, hogy van már. Zenét hallom, csak szöveget nem értem. Ennek nincs szöveg. Orgonál. Ezt kiátszott egy? Misi játszott. Misi játszott rajta rá. Hogy mondja? Ez a kukorában, hogy így? Gyertek, hogy mondja.